Az orosz-ukrán konfliktus ellenére is zavartalan az ellátás és a működés a vasműben. Gázcsöveket cserélnek és javítják a járdákat városunkban. Nagyobb biztonságot nyújt az új gyermekbiztonsági rendszer bevezetése. Üdvözlöm kedves nézőinket, Önök a Dunaújváros Televízió híradóját látják. Megfelelően működik a vasmű egyes koholja, így a nyersvas gyártás megmarad Dunaújvárosban. Erről Mezőközi András, az ISD Dunafer ZRT HR igazgatója tájékoztatta a DSTV-t. Hozzátette, fél évig még működni fog a vasmű kettes koholja is. A részletekről a híradót követő Hírháttér című magazin műsorunkban számolt be a HR igazgató. Az egyes kohó felújítása gyakorlatilag az megtörtént, a próbaüzem az zajlik. Augusztus 18-án megtörtént a felfűtés, és működik a kohó. Az egyes kohó aktuális állapotáról beszélt Hírháttér című magazinunkban Mezőközi András, az ISD Dunafer HR igazgatója. Hozzátette, a kivitelezés és a felújítás is rendben zajlott. Szeptember közepén pedig ünnepélyes keretben átadják a nagy olvasztót. A Dunafer több mint egy éve döntött az egyes kohó átépítéséről. A fejlesztés mindvégig a tervezett ütemben haladt, így 2014. augusztus 18-án elkezdődhetett a próbaüzem. Azóta is megfelelően működik. A projekt teljes költsége 3 milliárd forint volt. A nagyolvasztó átépítése azért vált szükségessé, mert a cégcsoport csak így tudta biztosítani a folyékony fázis megőrzését a következő évekre. Az egyes kohó leállítása alatt a kettes számú kohó tovább működött. Mezőközi András hangsúlyozta, a kettes számú nagyolvasztót most sem állítják le, bár már ennek a felújítása is szükségessé vált. Technológiailag a kettes kohónak egy fél éves működését látjuk, tehát ez mindenképpen még egy fél évig két kohós működés lesz. Dönteni kell nyilván a felújításról is, tehát ez az időszaknak az is a feladata, hogyha a felújítást szeretnénk a kettes kohóba, erről döntést kell hozni. Amit említettem, nem akarom magamat ismételni, de itt ugye arról van szó, hogy a folyékony fázis fenntartása, és itt behoznám a képbe, ugye most az orosz-ukrán konfliktus is lehet emlegetni. Itt az a nagyon fontos, hogy saját alapanyagra tudunk támaszkodni. Ez ugye azt jelenti, hogy saját bugát tudunk használni a hengerművünkhöz, és ez azért fontos, hogy ha lennének az ellátásban bizonyos zavarok, akkor, mert ugye vasúti szállításról beszélünk, akkor mi saját magunkat el tudjuk látni, ami nagy szó. A még hatékonyabb működés érdekében a vasmű a közeljövőben további modernizációs fejlesztést is tervez. Újabb pályázatot adott be a Szent Pantaleon Kórház a hatékonyabb működés érdekében. A több mint 4 milliárd forintos műtőblokk beruházás mellett fejleszteni kívánják azokat a területeket is, amelyek kimaradtak a legutóbbi pályázatból. Az új műtőblokkot október 8-án adják át. Nem minden orvos szakmát érint helyben ez a beruházás. A fennmaradó szakmák szintrehozására beadtuk a TIOP 2-2 6 nevű pályázatot, ami egy közel 1 milliárdos pályázat, elsősorban műszerfejlesztést jelent azokra a területekre, akik kimaradtak a mostani műtőblokk fejlesztésből, hiszen ők továbbra is 15-20 éves eszközökkel dolgoznak, ami az orvos technikában már viszonylag elavultnak számít, természetesen ezek is működőképes és hadrendbe állítható eszközök és ANTS engedéllyel rendelkeznek, de mégis egy lépéssel mögötte vannak az új készülékeknek. 50 éves gázcsővezetékeket cserélnek ki a közeljövőben a római városrészben. A szükségszerű fejlesztésről egyeztettek a napokban, a munkálatok várhatóan november elejére elkészülnek. Három ütembe fogják egyébként csinálni. Hogy a római városrész fejlesztéséről készült tervrajzot nézi Cserny Béla önkormányzati képviselő. Az elmúlt napokban adták át a területet, hogy a gázvezeték rekonstrukciós munkálatait elvégezhessék. A keddi bejárás során a szakemberek egyeztettek és végig is járták a helyszínt, ahol a gázvezetékek cseréjét fogják végezni. Erre azért volt szükség, mert a városrészben már elavultak a csövek, amiket a mostani rehabilitáció során korszerű műanyag csövekre cserélnek majd. Az önkormányzati képviselő a lakosság türelmét kéri a munkálatok idejére. Bízunk benne, hogy ez a gázvezeték, alapvezeték csere, ez nem fogja túlzottan az ő életüket tovább nehezíteni. Ígérhetett az EON, hogy egy-egy szakasznak a feltárása a vezeték csere, az gyakorlatilag 3 hétnél nem lesz hosszabb. Tehát elvileg
elvileg a kezdési időpont az ugye a tegnapi terület átadástól számít, és egészen 11. hó 3-áig fog tartani a harmadik szakaszsal, ami viszont már az Apáczai út kereszteződésénél érne véget. Egyébként maga a feladat az azért volt tervezett volt, és azért volt szükségszerű, hiszen itt ez a város, ez egy olyan 50-55 éves vezetékszakaszokkal, gázvezetékszakaszokkal van megtáplálva, amik vasból készültek, és ezek annyira elkorodálódtak, hogy kénytelenek új korszerű műanyag vezetékekre kicserélni, és ezeket a külső vívő vezetékeket, amik egyébként 200-as átmérőjű vezetékek, tehát igen nagy teljesítményes kapacitású csövek, ezeket váltják ki korszerű új technológiás, és az ismételten jó hosszú ideig el fogja tudni látni az egész város részt. Cserny Béla kiemelte, a felbontott útszakaszok helyreállítása után várhatóan az eredetinél jobb körülményeket tudnak majd biztosítani. Reményeik szerint sok helyen az aszfaltozott burkolatot térkőre cserélik, ami a jövőben a hasonló javítási munkálatoknál könnyebbséget jelenthet majd. Városunk több pontján is építési munkálatok zajlanak. A Ságvári utcában a járdát újítják fel, hiszen az ott élők szerint már életveszélyessé vált a közlekedés. Megkerestek a lakók, itt az, a Ságvári utca lakói, hogy nagyon életveszélyes a ház alá mossa a vizet az eső, a ház alá folyt be. A Ságvári utcában lakók két évvel ezelőtt megkeresték Nagy Zoltánnét, a körzet képviselőjét, hogy a házaik előtt lévő járda életveszélyes állapotban van. Az útburkolat felújítását az önkormányzat is szorgalmazta, hiszen a lakók állítása bebizonyosodott. A nagy esőzések alkalmával a víz a ház alá folyt, és félő volt, hogy az ingatlanok megsüllyednek. Felkerestek a lakók, hogy itt fel kéne újítani a járdát, hiszen alá folyik a víz a ház alá, és életveszélyessé tűnt, és akkor én elkezdtem kérni ezt, hogy csináljuk meg. Én kettő éve kértem azt, hogy végre jussunk el idáig, sikerült. Egy hónappal ezelőtt elkezdték, és nagyon sok köszönetet kaptam, és én is örülök neki, hogy embereknek jót tettünk, tehát a körzetben ezt megoldottuk. Ez egy nagy feladat volt. A képviselő kiemelte, a körzetben várhatóak még felújítási munkálatok, ezért a lakók türelmét kéri. Módosítják a kreszt, pontosítják a gyerekülések első ülésre szerelésének szabályait, továbbá uniós szabályozásként bevezetik az úgynevezett e-size gyermekbiztonsági rendszert is. Látható egy hagyományos gyermekülés, ami azt jelenti, hogy biztonsági övvel rögzítettük magához az üléshez. A gyermekülésekkel kapcsolatban hamarosan változás lesz a kreszben. Hambalko János, az egyik Dunói Városi Autós Iskola vezetője hangsúlyozta. A gyermekbiztonsági rendszer az első utas ülése csak akkor szerelhető, ha háttal van, illetve ha ki van kapcsolva a légzsák. Első ülésen babát utaztathatunk menetiránynak háttal, légzsák kikapcsolva. Ez csak a kicsikre vonatkozik, hiszen menetiránynak háttal szinte csak a baba hordozó fér el. Ha már a babát nem visszük, tehát nagyobb lett, akkor sajnos elől nem ülhet, hiszen elől az első ülésen, ugye a jobb oldali ülésről van szó a vezető mellett, ott a 150 centi a meghatározó, 150 centi alatt nem ülhet gyermek, 150 centi felett már ülhet gyermek. Itt is még nagyon sokat segít, hogy a biztonsági magassága állítható. Tehát ez sokban segít, hogy kényelmesebb legyen az utazásunk. Hátra, amikor beszélünk egy gyermekbiztonsági rendszert vagy gyerekülést, amire figyelnünk kell, hogy 135 centig mindenképpen, tehát 135 centig mindenképpen kell a gyerekülés. A közlekedési minisztérium ugyanakkor bevezeti az úgynevezett i-Size gyermekbiztonsági rendszert is, amely nagyobb védelmet nyújt az oldalirányú ütközéssel szemben, ráadásul könnyebb a beszerelése is. Az újfajta gyerekülések megkövetelik az ISOFIX használatát, valamint a gyermek 15 hónapos koráig a menetiránynak háttal történő szállítását, amellyel könnyebben megelőzhető a nyaki és a fej. Sérülés. Bevezetik ezt az i-Size rendszert, ami azt jelenti, hogy ez egy kombinált gyermekbiztonsági rendszer, és ennek az a jelentősége, hogy a rendszeren feltüntetik mindenképpen a magasságot, hogy milyen magasságig használható ez a rendszer, illetve azt is feltüntetik, hogy milyen súly között, tehát mondjuk 15-től 25 kilóig használható, és így sokkal könnyebb eldönteni a szülőknek ez a súly és magasság alapján, hogy milyen gyerekülést szeretnének választani. Azt tudjuk a gyerekülési rendszerekről, hogy ma már azért beszélünk rendszerről, mert nem egy darab gyerekülésről van szó, hanem általában van egy alsó része ennek a rendszernek, amit a legtöbb esetben ISOFIX rendszerrel, tehát két darab kis pánttal tudunk rögzíteni. Ez azt jelenti, hogy az ülőpad és a háttámla között, ahol a biztonsági övet, az alsó csatját elhelyezik, ott, ha benyúlunk, mert ez nem mindig látható, akkor ott találunk két ilyen kis fémhorgot, és ez a két kis fémhorokhoz kapcsolódik hozzá, ez az ISOFIX rendszer, és erre kell ráhelyeznünk majd
a gyermekülést. Az új szabályok várhatóan szeptember közepén lépnek hatályba. És indulhat az utazás. A kormány döntése alapján új fittségfelmérő rendszert vezetnek be az idei tanévtől minden nappali rendszerű oktatási intézményben. A Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt, vagyis a NetFit 9 feladatból áll, amelyet az 5. évfolyamtól kezdve minden diák évente egyszer köteles lesz elvégezni. A 2014-2015-ös tanítási időszakban a kötelező mérési időszak 2015. január 5-e és május 27-e közé esik. Jelöljünk ki egy 20 méter hosszú pályarészt, ahol sávokat kell kialakítanunk egymástól körülbelül 1-1,5 méter távolságban elhelyezett bóják segítségével. Az ingafutás is szerepel a nemrégiben bevezetett Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt, vagyis a NetFit feladatai között. A kormány döntése szerint ugyanis az idei tanévtől kezdődően minden nappali rendszerű oktatási intézményben a Magyar Diáksport Szövetség által kifejlesztett módszerrel mérik fel a tanulók vitalitását. Ezzel a változással mind a tanulók, mind a szülők figyelmét a rendszeres testmozgás fontosságára kívánják felhívni. Molnár László, az MDS szakmai igazgatója elmondta, a testnevelő tanárok többségétől pozitív visszajelzéseket kaptak az új teszttel kapcsolatban. A fittségi teszt fogadtatása abból a szempontból mindenképpen már most pozitívnak mondható, hogy gyakorlatilag egy éve elkezdődött a pedagógusok felkészítése. Tehát elsősorban most még a pedagógus oldaláról tudom azt állítani, hogy mivel már több mint 5000 tanár, testnevelő tanár, ez a tanító végezte el az akreditált továbbképzéseinket, hogy azonosulni tudnak ennek a szellemiségével, a filozófiájával, mivel kaptak hozzá felkészítést, gyakorlatilag minden iskolába kiszállítottuk azt az egységes eszközcsomagot, amelyek a tesztek lebonyolításához szükséges. Úgy érzik, jelen ponton legalábbis, hogy volt rá idejük, illetve megfelelő felkészítést is kaptak ahhoz, hogy a következő tanévtől neki tudjanak vágni ennek az új szellemiségű fittségi tesztelésnek. Megérkeztek iskolámban a NetFit felméréshez szükséges eszközök, kollégáim ezeket használatba vették, kiképeződtek, hamarosan elkezdik a mérést. A teszt szakszerű elvégzéséhez szükséges képzésen már a Dunaújvárosi Széchenyi István gimnázium testnevelői is részt vettek, valamint a mérésekhez szükséges eszközcsomag is megérkezett az iskolába. Az intézmény igazgatója úgy véli, a megújított állapot felmérés az egységesség és az elektronikusan rögzíthető adatoknak köszönhetően jobban elősegíti majd az átlag kimutatások elvégzését is. Azt hiszem, hogy egy teszt felmérés az egy állapot, képet ad, abban mindenképpen azt hiszem, hogy jobb. Tehát tisztább, valódi képet fogunk kapni, már csak azért is, mert mindenki ugyanolyan szempontok szerint végzi a méréseket. A kollégáim voltak továbbképzésen, ahol el is mondták, hogy ezt a rendszert hogyan kell használni. Tehát mindenképpen az iskolák ugyanazt mérik, ugyanolyan eszközökkel, így lesznek az adatok összehasonlíthatóak. A gyermekek 5. osztályos koruktól évente egyszer kötelesek elvégezni a 9 előírt tesztet. A NetFit fittség felmérő rendszerben 4 profilt különböztetünk meg. A testösszetételt, az állóképességet, a vázizomzat fittségét és a hajlékonyságot felmérő tesztek külön-külön kategóriába tartoznak. Az eredményekről minden évben visszajelzést küld a Magyar Diáksport Szövetség, attól függően, hogy milyen az érintett tanuló vitalitása. Az éves értékelések alapján a gyermekek fejlődése, vagy fittségük esetleges romlása is nyomon követhetővé válik. A 2014-15-ös tanévben a kötelező mérési időszak 2015. január 5-e és 2015. május 27-e közé esik majd. Statisztikai funkciók is kiegészítenek. Szeretném magam megmutatni címmel pályázatot hirdet a Bartók Kamara Színház és Művészetek Háza a Dunaújvárosban és környékén élő amatőr képzőművészeknek. Olyan alkotók jelentkezését várják, akik már régóta fejlesztik magukat egy bizonyos képzőművészeti ágban, és a közeljövőben önálló kiállításon is szeretnének bemutatkozni. Nevezni elsősorban festményekkel lehet, amelyek bármilyen technikával készülhetnek, de fogadják a grafikai munkákat is. Az egyetlen feltétel az, hogy a művek kiállítása előkészített állapotban, tehát bekereteztetve és üveg alá helyezve érkezzenek meg a színházba. Egy művész maximum 3 alkotással nevezhet, amelyek beküldési határideje szeptember 29-e. A legjobbnak ítélt festményekből, grafikákból pedig egy tárlatot állítanak majd össze a Bartók Kamara Színház aulájában.
Egy Munkácsi díjas művészekből álló szakmai zsűri fogja elbírálni a beküldött pályázati anyagokat, és ebből hozunk létre egy kiállítási anyagot. A beküldött anyagoknak a mennyiségétől, illetve minőségétől függően ez egyelőre még kialakítás alatt áll, hogy mikor és hány hónapon keresztül látható majd itt a színház aulájában, az aula galériában, a Bartókban a színház aulájában, de hát most egyelőre még tart a pályázati lehetőség, úgyhogy bátran lehet pályázni. Csütörtökön változóan, gyakran erősen felhős lesz az ég, főleg délen és nyugaton fordulnak elő záporok, zivatarok, 24 és 30 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Főbb híreink következnek, még egyszer, röviden. Az orosz-ukrán konfliktus ellenére is zavartalan az ellátás és a működés a vasműben. Gázcsöveket cserélnek és javítják a járdákat városunkban. Nagyobb biztonságot nyújt az új gyermekbiztonsági rendszer bevezetése. Véget ért hírműsorunk, munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával.